Ezt annak idején, mikor kitaláltuk a tavasz köszönti iparosbált, akkor azért tettük erre az időpontra maga az iparosbált, hogy az évet elkezdik az iparosok, a vállalkozók, és onnantól kezdve kemény munka folytatódik az évbe. Ulbert Sándor hozzátette, remélik az időjárás olyan lesz az év során, hogy végig tudnak majd dolgozni, nem akadályozza őket a munkában. Az iparos kör tagjai között az építőipari vállalkozóktól kezdve a vendéglátóig mindenki megtalálható, sőt Kiszi Károly például nem is a szárazföldi szakmájukhoz tartozik, többek között a helyi kompot üzemelteti. A kompát kerés rentábilisabb lesz, addig még a híd el nem készül. Ez is kérdőjeles, ez a híd, és hát addig is, amíg a híd el nem készül, addig próbálom úgy üzemeltetni a kompot, próbáljuk a vállalkozásunkkal, hogy az atomerőmű dolgozóik előbb és könnyebben éljenek a munkába. Elmondta, ha megépül a híd, akkor sem fogják abba hagyni a személyszállítást. A tavasz köszöntő bál egyik jellegzetessége, hogy a fellépők között mindig szerepel egy tehetséges paksi fiatal is, aki megmutathatja a tudását. Most Hora Dániel szórakoztatta a megjelenteket marimba nevű hangszerével. Az estombolával és hajnalig tartó bállal zárult az Erzsébet szállodában. Az iparos körbe folyamatos a tagfelvétel, amihez csak annyi szükséges, hogy a jelentkezőt két már meglévő tag javasolja, akinek a felvételről ezután a bizottság dönt.